Na, nagyon fura. Az a legérdekesebb, hogy egy csomószor így pont a mondat végén megy el. De ez honnan tudja, hogy mikor van a mondat? Nem, nem tudom, de egy csomószor az van, hogy, hogy mit tudom én, hogy azt mondod, hogy volt, és akkor már ezt a T hangot, ezt már nem át csak azt, hogy volt. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Képregények titkos élete című podcast, harmadik évadának bevezető adása. Már olyan 40 perce próbáljuk felvenni ezt az adást. Egyelőre ilyen fél siker volt, mert, mert, mi nem hallottuk egymást, ellenben tökéletesen fölvettünk mindent. De azért úgy gondoltuk, hogy <coughs> ugye... a... <coughs> Itt van a jelen műsorvezetőtársam, szép Eszter! Hallottok, sziasztok! Tökéletesen hallunk Eszter, egy érlegen is biztosan a hallgatók, pedig remélem a lehető legjobb kütyüvel és a legjobb platformon hallgatnak minket. Mielőtt belevágnánk abba, hogy miről fog szólni a harmadik évad, kicsit elmondjuk, mi történt a nyáron, meg elmondjuk, hogy miket olvastunk, lesz egy ilyen kis könyvajánló rész. Úgyhogy ezt légy mondd el, hogy miért a cserkesztereket olvastad el a képregény vásárolt könyvek közül. Akkor most elmondom, István, egyszer is. A képregény teraszon képzeld István, nagyon sok képregényt vásároltam, mert nagyon örültem, hogy Költhetem a pénzemet képregényekre, és nincs rajtuk vám. És ezek közül van olyan, amit elcipeltem magammal. Hegyet mászni, 2000 méter magasra, de kiseni nyitottam. Viszont egyet azért sikerült abszolválnom, és ez a cserkeszterek volt, ki nem találtad volna. Ami nekem egyébként nagyon tetszett, és nagyon követelem a folytatást, mert cliffhangerekkel, nem tudok együtt élni. A családunk egyik kislány tagjának is megvettük ezt a képregényt, aki meg nagyon élvezte a rajzokat, meg a poénokat, és ennek én is tökre örültem, hogy akkor ez az ifjabb korosztály is szereti, vagy legalábbis ez az egy képviselője, szereti a cserkesztereket. Ilyen vicces karakterek is vannak benne, meg egy táborban játszódik, egy ilyen cserkész ahol paranormális tevékenységek zajlanak, és egy csomó nagyon jó ötlet van benne, de nekem mégis a legjobban azt tetszett nyilván, amivel a szülőket akarták lekenyerezni az alkotók, meg a hozzám hasonló öregeket, mégpedig az, hogy kitaláltak benne vicces káromkodásokat, és... Halló! Ott nek, hogy az öregeket akarták lekenyerezni? És azt már elmondtam, hogy káromkodásokat csütit kellett sütnem a munkahelyemen? Várj, ezt bevágom a korábbi felvételekből. <laughs> Kedves hallgatók, a cserkeszterekről már ötször mondtam el a véleményemet, végig a káromkodásokról beszéltem, és a Skype nem akarja, hogy káromkodásokról beszéljek. Ez történik itt, mert most megint megszakadtunk. Pedig én szeretek káromkodni és szeretem azt is, hogy a cserkeszterekben úgy káromkodnak, hogy valós történelmi személyek, elfeledett nőalakok neveit használják, és a végén van egy kis lexikon, és meg lehet nézni, meg Google-t is lehet használni, hiszen ez már egy ilyen generáció, hogy kik azok az emberek, akiknek a nevét beleszavik a káromkodásokba. Sikerült elmondanom, remélem úgy, hogy nem szakadt meg az adás, úristen! Ezt neked Bill Gates, most csak azért is fölvettük. <laughs> És akkor magamnál tartom a szót, mert még azt ö, akartam elmondani, hogy egy másik képregényes vonatkozás, hogy voltam a Lyon BD képregényfesztiválon, ahol nagyon nagy Stress volt, hogy ki tudok-e menni, vagy nem tudok-e kimenni, de gondolom az, hogy a szervezők meg tudják-e szervezni ezt a több napos, több ezer fős eseményt, vagy nem tudják megszervezni, ez még nagyobb stressz lehetett, mert ez júniusban volt, amikor a feloldások különböző ütemben történtek meg Európában, és pont azon a héten oldották föl Franciaországban a tök komoly királyárási korlátozást, amikor volt a fesztivál, és azelőtt hát most nem akarok hülyeséget mondani, de azelőtt azt hiszem, hogy kilenckor volt takarodó az egész országnak, és akkor pont a fesztivál hetében lett az, hogy 11-től és 11-ig lehetett bulizni, és hát mindenki ott a folyópartokon partizott és beszélgetett. És maga a képregényfesztivál is elképesztő volt, nagyon nagy volt, nagyon kulturális volt. Egy magyar képregényfesztivál agató meglepődne azon, hogy a vásár az egy icipici dolog volt, kisebb volt a vásár tényleg, mint a képregény terasz. Két árus volt, de azok jó nagyok voltak. És, és minden kulturális program volt, operaházban, könyvesboltban, beszélgetések, dedikálások, kiállításokon voltam, egy csomó érdekes emberrel találkoztam, én lengyelekkel, meg libanoniakkal, meg brazil sráccal, szóval nagyon-nagyon jó élmény volt ott részt venni és eszmét cserélni. Na most te jössz, István, a nyaradról és képregényes vonatkozásaidról szeretnénk hallani, ha a Skype is úgy akarja. Én baromi jó képeket osztottam a -e ból én azt tökre a követni oh, Instagram a Instagramra, Instagram-ra, én ugye a nyáron készítettem egy interjút uh, Koska Zolival, aki azóta ugye már kiderült, hogy megnyerte az Alfabétadíjat a Nagy Csét című uh, Én pedig akkor jöttem rá, hogy uh, amiért korábban kapott uh, um, alfabéta díjat, azt én sajnálatos módon nem olvastam, úgyhogy azonnal beszereztem a, a korábbi munkáit, és megvettem a Jojabi és Rizmiráng című kötetét is. Ez a legújabb kötete a Zolinak, és meglepően jó volt ez az új. Én én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ez, ez milyen lesz, és én, én nekem nagyon múlt az elvárásaimat. Én, mert könnyű lenne azt mondani, hogy ez egy ilyen cuki kis aranyosság, és hogy, és hogy semmi más, de közben olyan kis mélységek kúsznak bele, amiket így az ember nem vár tőle. És én mindig szeretem az ilyesmit, ami kedves, de nagyon emberi, tehát hogy benne vannak ezek a karakteri, szerintem nagyon emberiek ennek, egy ilyen sokdimenziós karakterek, sok érzéssel, érzelemmel és jellemvonással, és a történeteknek is van egy ilyen emberi dimenziója, de közben nagyon meseszerűek, és, és filozofikusak. Tehát van, van, benne, van benne, filozófia, és ez, ez, ez meg nem nagyon kellemesen meglepett, és nagyon tetszett. Úgyhogy ezt csak ajánlani tudom, hogy a Jojabi és Rizmirángot szerezzék be a, a, kedves hallgatók. Szerzői terjesztésű, rizonyomásos képregény, az én példányom, volt az Alpokban, ahol nem nyitottam ki, <laughs> mert egy örök, naív ember vagyok, de most a héten elolvasom én is. Ezt említett a következő képregényed? Vagy könyved? Képregény lesz most, és a harmadik lesz könyv, hogy te most akkor nem fogsz beszélni a Midnight Pampanról, ugye István? Nem. Jó, mert akkor nem egy, egy ilyen Inio Asano fangirling, fanboying activity lesz ebből a mai podcastból, mert akkor én beszélek Inio a Downfall című képregényről, és akkor, és akkor nem az egész adásról fog szólni. ugyanis, ahogy a, a hűséges hallgatóink azt bizonyára tudják, az utóbbi időben elkezdünk mangákat olvasni az Istvánnal, a Downfall az nekem nagyon tetszett. Ez egy elképesztően negatív képregény, egy antihős a főszereplő, de nem olyan antihős, akit meg fogsz szeretni, vagy kiderül, hogy van emberi oldal, vagy mit tudom, vagy meg van szelidítve a szörny a végére, hanem olyan antihős, aki antihős csak köbben lesz a képregény végére, és ö, amiatt különösen felkavaró ez a képregény, hogy egy manga rajzolóról szól, aki nagyon korán sikeres lett a Midnight Pampan képregényre kísértetiesen hasonló um, manga sorozatával, aminek most nem találom a nevét, és rövid az agyam is elfelejtettem. Tehát, és um, kiégett a munkában, új feladatokat kéne keresnie, és ehelyett prostituáltokat látogat. Ez a nyitó felállás, ez ebben még semmi um, spoilert nem mondtam el. És ez annyira könnyen párhuzamban állítható azzal, ahogyan az Inio Asano, amilyen helyzetben van, hogy nagyon tudatosan kell még inkább távolságot tartanunk a hőstől, ami egyébként nem nehéz, mert annyira antipatikus, és annyira gáz dolgokat csinál, és egy, egy nagyon elgondolkodtató művészképregény, meg antihős képregény, ez a manga, ami nagyon szépen van megrajzolva, elképesztő, hogy hogy tud rajzolni ez a csákó. És uh, megtalálta a Goodbye Sunset sorozat, 13 részes, és ezután nehezen találja a helyét. És annak ellenére, hogy utána az embernek nagyon rossz kedve lesz, mégis valahogy az, hogy mennyire szép ez a történet, meg mennyire őszinte, meg mennyire fájdalmas, az, az tök komoly esztétikai élményt nyújt. Úgyhogy nekem ez volt szerintem az egyik meghatározó képregény olvasmányom a nyáron, mert a többi, amit olvastam, az nem tetszett. A többi miért nem tetszett? Én még a Lagardiát olvastam, ami Eisnert is kapott, meg istenítették is, meg a, az írójának hirtelen akartam mondani a nevét, és most nem vagyok formában, úgyhogy gyorsan rákeresek Gudridzen. A Nedi Okorafor írta, öm, aki egy elismert fantasy író, viszont ez a, ez a annyira össze-vissza volt, meg annyira nem találtam a, a súlyát, hogy, hogy az nagyon nem tetszett. Lehet egyébként, hogy, hogy ehhez az egyesült államokban kell élni, hogy megérsz, vagy lehet, hogy meg kell próbálni Nigériából bevándorolni az Egyesült Államokba, hogy megértsd azt az abszurd helyzetet, amiről szól. Ebben a képregényben még nyilván vannak földönkívüliek is, meg meg. Mi, tudom, milyen minden van benne, amire gondolni tudsz. És én úgy éreztem, hogy ez nem áll össze, de lehet, hogy az, aki éli ezt a konfliktust, és mondjuk emellett még a bőrszín alapján is megkülönböztetik az USA-ban, vagy, vagy nem tud szabadon orvost választani, hogy mit tudom, én, mi azok számára másmilyen ez a képregény, de én nagyon távol éreztem magamtól. Az, az én következő ö, képregényem, az ö, kicsit csalok, mert, mert ö, igazából két képregény, ö, de hogy a, akik Patreonon ö, követnek és támogatnak minket, akiket ezúton is üdvözlünk és köszönjük, hogy vannak nekünk, Ő, nekik már ajánlottamok, ok, az akik jókolnak a, a munkásságát. Ö, a pinkről írtam a, nekik, de elolvastam, vagy sikerült megszereznem hogy a nyár folyamán a Helter Skelter című képregényét. Ugye ok az, akik Joko egy mangaka, egy, egy női mangaka, és hát őt egy 90-es évek végén egy részek sofőr elgázolta, és mai napig él, de nem alkot, hanem egy nagyon hosszú rehabilitációban kell részt venni, tehát nagyon-nagyon súlyosan megsérült ebben a, balesetben, és a Helter Skelter volt az utolsó munkája, amire én azt hittem, hogy ez egy lezárt kerekmű, de egyértelműen látszik rajta, hogy ez egy hosszabb sorozatnak lett volna az indító ö, darabja. A sztori arról szól, hogy van egy nagyon híres ö, topmodell ö, Japánban, aki mindenhol jelen van, mindenhol ö, vele reklámoznak mindent, de senki nem tudja, hogy honnan jött meg ki is ő valójában, és ez nem is derül ki teljesen pontosan a, az ő múltja a képregény során. A lényeg a lényeg, hogy valahogy teljesen máshogy nézett ki, és a átműtötték ahhoz, hogy ő testesítse meg a, a tökéletes testet. Hát az ő életéről szól ez a képregény, illetve arról, hogy hogy ez a test, amiben zárva van hiába, tökéletes hiába, csodálatos, ennek is megvannak a maga hibái, és fontosan karban kell tartani, tehát tényleg úgy, mint egy ilyen gépet, és egy ilyen lélektani regényként így összefeszül a, a modell tökéletesség iránti vágya, és a hírnév iránti vágya azzal, hogy ő, milyen ember is ő, és hogy az igazi lénye az mire is vágyik. És egy, egyáltalán nem egy szimpatikus karakter, annak ellenére, hogy egy csomószor megsajnáljuk, sőt értjük a motivációit, időnként még szurkolunk is neki, de ilyen undorító módon manipulálja a környezetét, természetesen a környezet is undorító módon manipulálja őt, akik ártatlanok és behálóz, azokról is kiderül, hogy igazából ők nem annyira ártatlanok és szépek, mint amire gondoljuk. Egy ilyen nagyon mocskos, de ismerős világot tár a szemünk elé vagyok az, aki, ami, amit így várunk, hogy ez, ez, hova, fog, hova fog kifutni, vagy, vagy mit fog feltárni. Ugyanis egy idő után egy olyan érzésünk van, hogy, amit bemutott a képregény, az egy felszín, amivel úgy mindannyian valamennyire tisztában vagyunk, de mögött rejtőzik egy, egy másik világ, egy más igazságokkal, más mitológiákkal teli, teli világ, és ez bontakozott volna ki gondolom én a folytatásokban így ez egy ilyen nagyon furcsa és érdekes töredék. Szóval a kötet végén leírják, hogy mielőtt összegyűjtötték a, ezeket a korábban újságokban megjelent epizódokat, azelőtt általában a művész még egyszer átmegy rajtuk, kiavítja őket, mert ugye ők ilyen rendkívül gyorsan kell dolgozniuk, hogy kiszolgálják az újságokat, és biztosítani tudják a folyamatos megjelenéseket és hát nem mindig úgy sikerülnek a rajzok, nem mindig olyanok az oldalak, és még sokszor dolgoznak rajta utólag, átrajzolnak, hozzárajzolnak, finomítanak részeket, és hát ezt ugye a balesete miatt nem tudta megtenni Okazaki, és, és hát ebben a nyers formában került kiadásra ez a képregény, ami miatt ráadásul nem is a, a legszebb, tehát összehasonlítva tényleg a pinkel, ami, amit jó a korábban készített, és ez egy teljesen kerek egész önmagában megálló mű. Ebben így tényleg sokszor csak ilyen jelzésértékű vonalak vannak berajzolva, vagy ilyen nagyon vázlatosak a dolgok. Néha gondom volt azzal, hogy így értelmezzem a cselekményt az oldalakon. De közben ez is nagyon sajátos volt, meg izgalmas, mint hogyha egy zint olvasnék, vagy, vagy ezeknek a zineknek a visszatérő ilyen kapkodó, kezdetleges rajstílusa köszönt vissza. Szóval egy teljesen széttöredezett, ilyen tudathassat műhelyet erszkelt amit szerintem egyszer mindenképpen érdemes elolvasni. Még egy manga, amit el akarok olvasni. Ez, 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 ez egyre rosszabb, ez az olvasási lista főleg, hogy, hogy, időnként elolvasok olyan könyveket is, mint Ursula K. Legintől, a The Telling, magyarul a rege, ami nem is akarok elolvasni, csak, és nincs is rajta a listámon, meg nem tologatom már hónapok óta, hanem csak így megtalál, és akkor hopp, elolvasom. Ez úgy történt most, hogy beteg voltam, és olyankor nagyon szeretek hangos könyvet hallgatni, és hála Istennek a YouTube-ra nagyon sok mindent felraknak, és akkor végighallgattam ezt a The Telling című könyvet, ami természetesen nagyon tetszett, mert kb. minden nagyon tetszik, amit Ursula K. írt, és ez a helyi ciklusban van, arról azt kell tudni, hogy ez nagyon sok regényből áll, amelyek között antropológiai folytonosság van, tehát nem az köti őket össze, hogy ugyanarról a családról szólna, vagy generációkról, de még csak nem is ugyanarról a népről, hanem egy, egy civilizációs kultúrkör évezredeinek a leírása kb. És az egyes epizódok között nagyon hosszú idő telik el, amelynek az eseményei nincsenek leírva, és néhány sorsfordító történés, az pont két regény között történik. Tehát az egyik még egy nagy esemény előtt van, a másik meg már utána, és neked olvasóként rá kell jönnöd hogy mitől fordult föl minden, vagy mi történhetett, vagy pont a szereplők is megpróbálnak rájönni. Nagyon fontos ezekben a könyvekben az emberek közötti kapcsolat, a civilizációk közötti kapcsolat, a történelemnek és az időnek a tudata, és, és ami a tellingnek a cselekménye, az, ez megint olyasmi, ami valószínűleg inkább az antropológusokat érdekli, de hogy az történik, hogy van egy nő, aki megérkezik erre a bolygóra, hogy ő lesz most a, a bolygón összesen négy külföldi, vagy nem külföldi, hanem külbolygói találkozhat, ő lesz a négyből az egyik, és itt fel fogja térképezni ennek a bolygónak az irodalmát és a történelmét. Ez az ő feladata. Ilyen civilizációs küldetése van, és akkor azt tapasztalja, hogy hiába tanultunk évekig erre a feladatra, amíg nem tudom hány évtizedig repült A-ból B-be, hogy megérkezzen erre a bolygóra, az alatt történt egy ilyen hatalomátvétel, kb. mint amit most látunk Afganisztánba, és, és így egyik pontról a másikra elsöpörték azt a kultúrát, aminek ő a mestere volt, és amit kutatni jött. És akkor meg kell értenie, hogy mi ez az új kultúra, mit akarnak, miért írtották ki a régit, miért üldözik még most is, hol maradhat fenn vajon a régi, mi a régebbi kultúrának a mozgatórugója, miben áll ez az összeütközés, tehát ebben nincsenek. Olyan nagy konfliktusok, Emberek közötti párbeszédek, meg gyanakvás van, mert az új rendszerben, az új rendszer egy kicsit olyan, mint, mint egy ilyen tudománycentrikus diktatúra, mint mondjuk egy ilyen legrosszabb kínai diktatúra, amikor mindent egy célnak rendelnek alá. És itt az embereket is, ha jól emlékszem, úgy hívják, hogy termelő-fogyasztó, igen, producer-consumer, azt hiszem, hogy ez, ez, jelenti azt mondjuk, hogy, hogy ez a helyed a társadalomban, és nem worker vagy, nem dolgozó vagy, hanem producer-consumer, termelő-fogyasztó. Kiírtják a vallást, kiírtanak egy csomó mindent, kiírtják a, a zenét, már lehet, hogy azok a tálibok. Most egy kicsit összekamarodtam, de hogy, hogy ilyen borzalmas dolgok történtek, és, és akkor ez a nő csak beszélget, ez a cselekmény. És, és elutazik egyik faluba, meg a másikba, persze nagyon nehéz megkapni az engedélyt, hogy elutazhasson a másik helyszínre, és a legnagyobb kataklizma az az, amikor lezuhan egy helikopter. Annyira csodálatos ez a könyv, a maga cselekménytelenségében is, mert, mert azt élteti, hogy milyen gazdagok tudnak lenni kultúrák. És nyilván ezt az egész kultúrát, ami eltűnt, az Úrszulaké teljesen fölépítette. És ez egy tök komoly rendszer, és azért az a címe, hogy a rege, vagy a the telling, mert ez egy verbális kultúra, aminek a tanulságai, a történetei, az eseményei azok, egy ilyen mindent átszövő mitológia hálózatban maradt nának fönn, ha nem nyomta volna el őket a mostani rendszer. És, és akkor, ahogy a nő egyre inkább rájön, hogy hogyan gondolkozik ez a másik kultúra, az számomra nagyon érdekes. Meg az is érdekes, hogy a legény miket ki nem tud találni. És most a te regényed jön István. Erről most amúgy Lemnek Igen? jutott eszembe egy regényem. aminek most nem jut eszembe a címe de hogy ott is erről szól, hogy megérkeznek egy bolygóra a, a földről, és um, logikátlan dolgokat uh, találnak, tehát hogy gyárakat, amik uh, abszolút nem termelnek, hanem ilyen furcsa dolgokat csinálnak, hogy az élet egy ilyen fura, groteszk módon zajlik ezen a bolygón, és a tudósok elkezdenek azon gondolkozni, hogy vajon mi történhetett itt, de ez egész egy ilyen nagy nyomozás, meg egyszer egy ilyen swift ilyen, ilyen furcsa ilyen utazás egy ilyen ismeretlen tájon és kultúrában, és próbálják összerakni, hogy hogy ez a társadalom, amit látnak, az honnan jutott el oda, ahol vannak, és hogy hogyan ejtették saját magukat, túlszul voltak éppen. Az én regényem, igen, sokat gondolkoztam rajta, hogy a, a Jacek Dukájnak az érkezés a az új könyvét ajánljam el, de amikor ezt a könyvet olvastam, akkor nem voltam túl jól, és még egyszer el akarom azt, mert amúgy nem hosszú, és, és a világa azt tudom, hogy nagyon tetszett, de nem biztos, hogy, hogy rendesen megértettem a, 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 a történetét vagy a világát rendesen felfogtam. Úgyhogy lehet, hogy ezt majd csak az év végi ajánlóba raknám belem. Viszont amit olvastam regényt, ez a J.G. Ballardnek a nap birodalma című könyve, ami egy kiskamasznak a nagy válásáról szól a második világháború uh, fogolytáborában. Ez egy nagyon érdekes regény volt. Egyrészt azért, mert belőd maga, maga is pont ebben az időszakban, amikor ilyen 12-16 éves kora között volt, akkor ő is egy japmán fogolytáborban raboskodott a, a szüleivel együtt. A Viszont mindig elmondta, hogy ez a könyv ez nem egy memoár, hanem így az ő emlékein alapszik, hiszen 40 évvel később írta meg, és ő egyáltalán nem így élte meg a háborút, ahogy a könyvben leírta, mert ugye mondta, hogy neki mindig ott voltak a szülei, mindig ott volt a családja, ami támogatta, és hogy a könyvben szereplő fiút azt inkább egy barátjáról mintázta, mert ugye ennek a, fiúnak, a fiút elszakítják a szüleitől, fogalmas sincsen, hogy a szülei élnek, vagy halnak-e, és teljesen egyedül próbál meg életben maradni, ugye először a japánok által elfoglalt shanghai majd majd utána pedig a, a fogoly táborban napról napra. Ez a könyvvel szerintem én erős párhuzamok vannak benne, a, vagy fedezhetőek fel a, a sorstalansággal. Ugyanúgy egy nagyon sajátos nézőpontból ö, tekint a háborúra, ugyanúgy egy nagyon sajátos logikát mutat be, hogy, hogy hogyan kell életben maradni, hogy, hogy mind gondolkozik az ember, amikor életben marad, és hogy milyen lehetőségei vannak, hogyha, hogyha egyedül van és kiszolgáltatott. Hogy hány embertől függ, mennyire nehéz élelemhez jutni, hogy, hogy amikor az ember teljesen ki van éhezve, akkor a gondolatai körül járnak, vagy milyen, mire képes egyáltalán, mind fizikailag, mind szellemileg egy ilyen letaglózó regény volt, ugyanúgy, mint hogy annak idején, amikor a, a sorstalanságot olvastam, az is ilyen a hatással volt rám. Belőtt a nagyon kevés dolog jelent meg magyarul, és sőt az angol irodalomban, különösen ugye a Skifiben e, egy ilyen furcsa kultusz övezi, ami szerintem nem annyira érthető, itt felülünk nézve, mert körülbelül olyan két-három könyve jelent meg a vízbe fúlt világ, ami az első regénye volt, és amire egyébként szintén azt mondta, hogy abban is azért felfedezhetőek a, az ő háborús emlékei, a, ezen kívül a karamból, meg a jól tudom, a birodalma, de főleg az utóbbi időben több filmadaptáció is készült különböző regényeiből, például a High Rise-ból, ami a, a, az egyik legismertebb, abban ugye Tom Hiddleston is játszott a főszerepet, én nagyon kíváncsi vagyok az ő írásaira, szóval szeretném, már régóta így ilyen ismerkedem vele, meg az ő világával. Egy ilyen nagyon érdekes kismestere ő a, a Skifi irodalomnak. Muszáj mondjak egy plusz egyet, hogy amit még olvastam, és azt mondjuk nem nyáron olvastam, mert a könyvhétre jelent meg, én még jó előre előjegyeztem, az az, hogy a paper, megjelent a Paper Girls-nek a az első része magyarul, az első TPE, amit Eszter fordított. Úgyhogy ezt, ezt is mindenképpen ajánljuk mindenkinek. Egyrészt azért, mert én szerintem teljesen elfogulatlanul mondhatom azt, hogy nagyon jó lett az fordítás. Én is ugyanazt tudnám föl, hát hogy mondjam, ugyanazt tudnám, csak negatívunként elmondani erről, amit az Eszter mondott el a cserkeszterekről, hogy nagyon várom, hogy mikor jön a folytatás, mert egy akkora cliffhangerrel van vége, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy amikor elolvastam, akkor írtam is az estenek, hogy remélem, hogy jövő héten megjelenik a folytatás, mert hogy ezt így nem lehet kibírni. Eztán milyen volt dolgozni Brian K. Von korunk egyik legnagyobb képregényírójának a, a szövegén. Jó. Jó, mert akkor Mert... köszönjük ki szépen, mehetünk tovább. <laughs> Most ezen gondolkoztam, hogy hát én írtam Brian K. Vonról még cikket is a filmvilágba, mondjuk három éve. Szóval nyilván kötődöm érzelmileg a, a projekthez, és írtó örülök, hogy az ölembe hullott a, a lehetőség. És azért jó fordítani, mert jó szlán kifejezések vannak benne, és nagyon szeretek azon gondolkozni, hogy magyarul ez hogy lenne. Most nem tudok példát mondani, nyilván, de nagyon bírom, egy csomó ilyen 80-as évekbeli dolgot is mondanak. Most a második kötetben például ilyen 80-as évekbeli divatipar nevek említődnek, és akkor ezen így elgondolkoztam, hogy ezzel most mit kezdünk itt Közép-Európában. Akkor azt is bírtam, hogy van benne egy ilyen chat nyelv per közép magyar nyelv, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, keveréke, egy ilyen katyvasz nyelv, ami angolul tud azzal is játszani, hogy hogyan írják le a szavakat, mert ugye az angol nyelvben Elvált a kiejtés az írásmódtól, és ezért, hogyha úgy írod le, hogy kiejted, az mindig radikálisnak hat, és ezt magyarul nyilván nem lehet menni, magyarul követjük a, a kiejtett hangalakokat, kihív az ellipszilanos J-esetében, de egyébként követjük, és nem hagyományos írás vagyunk, míg az angolok túl hamar megcsinálták a saját helyes írási szabályzatukat, és nem mertek attól eltérni, akkor sem, amikor egy csomó hang kiejtése, Megváltozott, ami miatt még több hangkiejtése megváltozott, és egy másik nyelvet kaptak, de még mindig úgy írják, mint régen. Na, és akkor ezek ilyen érdekes dolgok. Fordítani jó. Ez most nem Brian Kivorosz, elnézést kérek, ez ilyen nyelvnáci dolog volt. De nekem igazából azt tűnt föl, hogy ugye azzal is elég sokat játszik, hogy ugye a 80-as években kezdődik a történet, tehát nem, tehát nem árulunk el nagy titkot egy ilyen temporális háború állam a történet középpontjában, vagy a temporális háborúnak a, az áldozatai, pontosabban, vagy szemlélői. De az, hogy van benne egy ilyen temporális háború, és a, a könyv elején ugye a 80-as években vagyunk, és amikor ott citkozódnak az emberek, ha már ennyit beszéltünk a káromkodásokról, hogy ott az a például nagyon sokat játszik, ami magyarban is így kijön, hogy, hogy, hogy akkor még mennyivel kevésbé volt PC, a, a, akár a köznyelv is, és olyan, olyan szavakat tudnak egymás fejéhez vágni, ami ma már így az, tehát ha valaki azokat használná, akkor hát nem lenne a művelt nyugati világban homo mondható. Úgyhogy szerintem ez, szerintem ez is baromi érdekes, hogy ezekre a, a, dolgokra fölhívja a figyelmet, hogy mennyit változott a nyelv, vagy így a közgondolkodás mondjuk így az elmúlt 30-40 évben. Na, szerintem nekem azt tetszik ami a második közöttben hangsúlyos, hogy, hogy a különböző generációk mennyire más, hogy használják a nyelvet. Tehát, hogy, 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 egy kisgyereknek, ilyen kisgyerek mondjuk nincs benne, de hogyha azt mondod, hogy hülye, az egy csúnya szó. Én emlékszem, hogy óvodában a hülye az egy csúnya szó volt. És, és akkor itt vannak kamaszok, meg, meg felnőttek, és, és ahogy így máshogy viszonyulnak ahhoz, hogy most akkor ezt szabad mondanom, vagy nem szabad, vagy hogy mit mondok, hirtelen felindultságomban, hogyha valami olyasmit látok, ami jelent a természet törvényeinek, hogy akkor, akkor a legtöbb felnőtt úgy kiállt fel, hogy örülne, hogyha nem lenne gyerek a környéken, mert, mert a gyerekeket valahogy védjük a nyelvte, vagy szabad-e azt mondani például angolul, hogy fuck, és akkor mondják a gyerekek, hogy nem ez hely csúnyán, de... Ezt csak azért van mert a mai adást igazából a káromkodásnak szeretnék szentelni. Úgyhogy. Em, ennyi. Térjünk rá a, a harmadik évad témájára. A harmadik évad ötletelését a nyáron elkezdtük, és alaposan átgondoltunk mindent. A Facebookon közzétettünk egy listát, amely egy szuper titkos téma szerint szerveződött, és azt kell mondjam, hogy az ehhez kapcsolódó játékot, mely szerint. Találjátok ki, hogy mi a szupertitkos, összefogó, ragasztó ezek között, a képregény címek között a listán. Valaki eltalálta, mégpedig Húsvét József, aki azt írta a kommentben, hogy férfi sorsok. És mi ilyen szépen ezt nem tudtuk megfogalmazni, hogy hogy ez érdekel bennünket, hogy férfi sorsok. Az évadnak ugyanis az lesz a címe, hogy mi is lesz a címe, egy kis pár idézet lesz a címe. Vagyok olyan erős, mint egy erős ember. Ez lesz az a címe, mert nem tud, nem jutott eszünkbe azt, hogy férfi sorsok, nem tudjuk a férfi sorsok teljes spektrumát elvállalni, hogy mindenről beszélni fogunk, de néhány fontos sorsról, vagy néhány fontos képregényről, amely különleges sorsokat mutat be, azokról mindenképp szót Józsefnek egyébként ezúttal is szeretnénk gratulálni, és a ha nyereménye az egy képregények titkos élete póló lesz. Föl fogjuk venni vele a kapcsolatot, és akkor el tudja mondani, hogy milyen méretűt szeretne. A Facebookon látott lista, azt gondoljuk mindenki kiszúrta, hogy baromi hosszú, tehát még 2023-ban is ezt az évadot csinálnánk. Egyelőre csak ugye arról ötleteltünk, hogy mik azok a képregények, amik szóba jöhetnek ezekből kb. annyit fogunk érinteni, amennyit, amennyi képregényet az eddig évadok során is. Ami úgy néz ki, hogy biztosan lesz, az például a downfall, amit már az Eszter emlegetett az Inio asano -tól. azt mindenképpen szeretnénk. Nagyon örülnék, ha tényleg szólt egy Denning Jones valamelyik képregényéről, és azt írtuk fel a listára, hogy a Fixerről beszélünk majd. Ezt majd még meglátjuk, hogy hogy alakul. A Fixer az a Délszláv háborúban játszódik um, Szarajevóban, és ez egy viszonylag rövidebb um, dolog. Joe-szakónak. talán az egyik legrövidebb képregénye, de azért elég megrázó. Amit már többször emlegettünk, az Kieron Gillen Über című képregénye, ami egy olyan világban játszódik, ahol a harmadik birodalom nyerte meg a második világháborút. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt olyat, olyan tudom, ezt hát, tettem már olvastad, sőt, te mintha is mennéd is, kieront. Na, hát ez úgy van, hogy én ezt a képregényt nem olvastam, de mindig el akartam olvasni, mert egy nagyon kedves ismerősöm, tök komolyan foglalkozott vele, ő is egy képregénykutató, és őt nagyon érdeklik ezek a mi lenne, ha szenárió pregényekben, és az, hogy itt, itt nyernek a nácik, az egy elég durva, mi lenne, ha ö, szenárió. És igen, egyszer, hát az ismertem, az megint túlzás, hogy beszéltem a Kieron amikor, amikor az egyik legelső Lidzi konferenciámon voltam, és őt is meghívták, hogy beszéljen arról, hogy milyen volt történészekkel együttműködve képregényt írni. És akkor beszélt arról, hogy milyen volt történészekkel együttműködve képregényt írni, tök érdekes. volt, gondolom, már nem sokan emlékszem, és utána egy kicsit tubáltam bele. De azért ez, ez azért nem az ismerem kategória. A Józsakot ismerem, de a Kieron Kilent nem. Most én mondok valamit, amit ki akarok emelni, hogy mi az, ami mindenképp szeretném, ha lenne az évadban, és ezt szerintem egy közös vágyunk az Istvánnal, Doppergés. Brecht Evans. Amit remélem, hogy kell kimondani, mert belga és azokat sose lehet tudni, hogy kell kimondani. De hogy ez az ember mennyire csodálatos képregényeket alkot, és az, amit kinéztünk az Istvánnal, az a The Wrong Place, az azért illeszkedik a koncepciónkba, amit még majd kifejtünk nektek, ez a Vagyok olyan erős, mint egy erős ember, vagy férfi mert egy házibulival indítunk, aminek egyre inkább megismerik a szereplőit, a szereplőik színekhez köthetők, amit mondanak, az különböző színekkel van írva. Az egész képregény vízfestékkel készült, és ez úgy néz ki, hogy ez a szervező hiába próbálkozik, a kutyát sem érdekli ő, akár hogy pedálozik, a vendégek leszarják, hogy mi van vele, és mindenki egy olyan pasira van rácuppanva, a férfiak is, és a nők is, aki, aki nem jött el a házi buliban. Ez a, ez a kiinduló helyzete a, a The Wrong Place-nek, ami nekem annyira tetszett, hogy most tanítani is fog a mamom én. Én ezt a képregény kaptam még pár éve ajándékba, és akkor már nagy kedvencem volt. Szerintem mást most ne, ne mondjunk ilyen találgatást, hogy nehogy aztán ilyen hamis ábrándokat ébreszünk. Annyit viszont mindenképpen mondjunk el, hogy az első adásban, ami lesz, abban a Tokyo ghost fogunk beszélgetni, Erik Remender és Sean Murphy képregényéről. Abszolút, és gyorsan elnézést szeretnék kérni mindenkitől, hogy csak külföldi képregényeket harangoztunk így be, tehát, hogy, hogy szoktunk figyelni arra, hogy magyarok is legyenek, és lesznek is, nem csak a Tokyo Ghost fog árválkodni azok közül, amik a magyar nyelven elérhetők. Na és hogy jutottunk el ez a témához? Valahogy mind a ketten egy eleve afelé indultunk el, hogy, hogy megnézzük azt, hogy milyen érdekes vagy tragikus, vagy szomorú férfi főszereplők vannak a képregényekben. Nem, hogy ezt valahogy könnyű volt megbeszélni, hogy ez legyen. Igen, mert hogy ráéreztünk mind a ketten ugyanarra, hogy ahogy a, ugye a pár évvel kirobbant MeToo ügyek, vagy ez a MeToo jelenség, ez rendkívül sokat foglalkozik a, a, nőket ért erőszakkal, ami nagyon fontos, de talán azt a kérdést ritkán teszi fel, vagy, vagy már maga ez a mozgalom, hogy a férfiak mitől lesznek olyanok, amilyenek. És mi, mi formálja őket azzán, hogy, hogy adott esetben azt gondolják, hogy vissza, élhetnek a pozíciójukkal, vagy miért gondolják azt, hogy az erősz, a másik nem ellen elkövetett erőszak az egyetlen egy megoldás bizonyos szituációknak a megoldására. Azért ezt vizsgálják, most a a István így, így, a felvételen, de mindenképpen nehéz beszélni róla, és hogy Magyarországon talán ugyanolyan nehéz férfi sorsokról és arról a rendszerről beszélni, amikben a férfi identitások kialakulnak, mint amilyen nehéz felfejteni, hogy valamilyen visszaélés miért történik meg. Úgyhogy ezek között, a nehézségek között fogjuk most olvasni azokat a képregényeket, amelyek valamilyen szempontból tudatosan vizsgálgatják a férfi szerepeket. Azt gondolom, hogy Magyarországon nem, nem is az a és az, hogy nehéz beszélni a férfi sorsokról, én inkább pont azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen glorifikált, egy ilyen abszolút ilyen piedesztára emelt változata, amit így nagyon szeretnek mind a politikában, mind a hétköznapokban hogy felemlegetni, meg megmutogatni, hanem inkább azt gondolom, hogy ennek a kritikai vagy kritikus szemlélete az, amit nehéz beemelni és abban egyetértek veled, hogy ezt vizsgálják, viszont én azt gondolom, hogy, a, hogy a, meg erről beszélgettünk talán, hogy a, hogy a, média reprezentációja, vagy a médiában megjelenő híradások, azok, amik, a, amik szerintem így háttérbe tolják azt, hogy, hogy a társadalom milyen mértékben felelős azért, hogy a, hogy a férfiak olyanokká válnak, amilyenek lesznek. Azt gondolom, hogy abban teljesen egyetértek, amit te is mondtál, hogy a, a kutatások, a kutatók, a tudományos világ az foglalkozik ezzel. Szóval ez lesz a vagyok olyan erős, mint egy erős ember évadnak a koncepciója. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Egy vendéget már elkezdtem győzködni, majd keresünk neki egy képregényt is. Mm. Lesznek tehát vendégeink. Ha van még ötletetek a listára ránézve, hogy mivel foglalkozhatnánk, akkor várjuk őket szeretettel. Még egyszer gratulálunk Józsefnek a nyereményéhez, és így gyorsan megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ez egy ilyen spontán nyereményjáték volt, de tervezünk egy nem spontánt is, hanem egy, egy rendesen megszervezettet, amikor pedig majd képregényt lehet nyerni. Továbbá bátorítunk benneteket, hogy nézzetek rá a Patreon oldalunkra, és kövessetek bennünket minden létező csatornán, ahol ott vagyunk. Ugye a Patreonon csináljuk ezt a sorozatunkat, ahol képregényt ajánlunk minden hónapban, legalábbis igyekszünk minden hónapban a teendőink mellett ajánlani nektek egy képregényt, és nem felejtettük el, tudom, hogy nagyon sokszor megígértük, hogy, hogy ugye a szentben olvassuk, ennek is utána fogunk nézni, hogy ez milyen form formában folytatódik ez a, ez a sorozat. Erről, erről még egyeztetünk, de ezt mindenképpen szeretnénk megcsinálni, mert baromi érdekes lenne végigolvasni a, a Szentment könyvenként, és mindegyik könyvet egy kicsit megbeszélni, pláne úgy, hogy ha minden igaz, már karácsonyra kijön egy újabb kötet belőle, szóval van, van muníció bőven. Ne felejtsétek el, hogy a YouTube-on képekkel illusztráljuk a, az adást. Ezen kívül ugye az Encore FM az otthonunk, ami tovább dob minket a Spotify-ra, az Apple podcastra és egyéb podcast felületekre, úgyhogy elég sok helyen megtaláltok vagyunk. Ahol tudjátok értékelni a podcastot, ott adjatok neki maximális értékelést, hogy feljebb minket, és akár még több emberhez eljuthassunk, ezért nagyon hálásak lennénk. A Patron támogatóinknak nagyon hálásak vagyunk, nagyon köszönjük, hogy vannak, vannak, nekünk, de mindenkit imádunk, aki hallgat minket, ne felejtsétek el forragasztani a rajzotokat a doboz falára. Jó utat! Sziasztok! Sziasztok!